A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket, április 2-a az autizmus világnapja. Rendezvény sorozattal készült az Arany János Egymi Autista Intézmény Egysége erre a napra. Vendégeim a stúdióban Iszákné Spitzmüller Marianna, az intézmény egység vezetője, és Rába Judit Helga gyógypedagógus, a munkaközösség vezetője. Hát üdvözöllek benneteket itt a stúdióban. Ugye mondtam, hogy rendezvény sorozattal készültetek április 2-ára az autizmus világnapjára. Egyrészt, hogy miért olyan fontos, hogy legyenek ilyen érzékenyítő alkalmak, és hát mi minden történt abban a néhány napban? Gyuri? Hát azért érezzük ezt nagyon fontosnak, mert szeretnénk minél közelebb vinni a városunk iskoláihoz, gyermekeihez, pedagógusaihoz ezt a területet, hiszen most már nagyon-nagyon sok magas számban jelennek meg többségi általános iskolában is autizmussal élő tanulók, és szeretnénk, hogyha ez minél könnyebben, zökkenőmentesebben jobban haladna, és szeretnénk, hogyha ez az együttműködés, kölcsönösség, ez folyamatos lenne, és egyre-egyre növekvő számú, és bizalommal teljes. Milyen programok voltak a napok során? Hát egy ilyen programsorozatot álmodtunk meg közösen, ebből még minden nem valósult meg. Most már hagyományteremtő módon második alkalommal a Herman László Zeneiskolából jöttek el hozzánk egy ilyen örömzenélésre a gyerekek, az idén népzenei hangszerrel és népdalokat énekelve. Nagyon-nagyon örültek neki a kisdiákjaink. És egy újabb általános iskolát, most az István Király általános iskolát céloztuk meg az érzékenyítő tréningünkkel. Az ottani pedagógusoknak csináltunk egy ilyen kis délutánt, ahol próbáltunk játékos formában közelebb vinni hozzájuk az autizmust. Ugye mondtátok, hogy zene, tehát hogy a zenét vittétek a gyerekekhez. Az ember azt gondolná, hogy az autista gyerekeket lehet, hogy zavarja a zene, de akkor ez valószínűleg nem így van. Természetesen vannak köztük olyan autista gyerekek, akiket zavar a zene, ők ezen a programon nem tudnak részt venni, de igyekszünk mindig olyan programokat összeállítani, hogy van minden kisgyerek valamelyik program részből ki tudja venni a részét. És természetesen azokat pedig nem akarjuk kihagyni, akik meg szeretik a zenét, hiszen a zenében egyenlőek vagyunk bármilyen más típusú gyerekekkel. Ezek a gyerekek egyébként, az autista gyerekek szoktak zenélni? Tehát, hogy vannak ilyen zenei foglalkozások is, amiket tartotok? Hogyne, van nálunk úgynevezett zeneterápia, vagy zenei foglalkozás, vagy énekzene óra. Attól függ, hogy milyen csoportba tartozó képességstruktúra, szerint milyen csoportba tartozó csoportban vagyunk. És nagyon szeretik, tehát most már megismertettük őket a színkottával, különböző színes hangszerekkel, így például a boomwakerrel, a színes csengővel, a szintetizátoron túl, úgyhogy egy ilyen nagy öröm éneklés, zenélés szokott lenni, és nagyon-nagyon élvezik. Ugye most az István Király általános iskolában voltatok, ott 9 pedagógusnak tartottatok érzékenyítést. Ez a foglalkozás, vagy ez az alkalom, ez hogyan épül fel? Hogyan tudnak a pedagógusok még jobban megismerkedni azzal, hogy hogyan kell egy autista gyermekkel bánni az iskolában? Hát egy nagyon rövid elméleti bevezető után azokat a területeket érintettük, így a szociális, kommunikációs, rugalmas tevékenységszervezés, szenzorosság területén egy kicsi elméletet és hozzá játékos formában közelebb vinni, hogy ez mit jelent valójában azoknak az autizmussal élő gyerekeknek, akik többségi általános iskolába járnak, és nagyon-nagyon sok területen kell nekik kompenzálni azon túl, hogy mondjuk haladni tudjanak a tantárgyakban. Ez egy eléggé interaktív találkozó volt, mert mi is kint voltunk ott forgatni. Miket tettek fel a pedagógusok kérdések? Mi az, ami a leginkább foglalkoztatja őket? Hiszen ők most már ugye együtt dolgoznak a gyerekekkel az intézményen belül. Hát az első és legfontosabb az, hogy hogyan tudnak minél zökkenőmentesebben és minél problémamentesebben együtt dolgozni. Nagyon az egyik legfontosabb problémájuk az volt, hogy ezek a gyerekek idegrendszerileg elfáradnak a nap
folyamán, és a negyedik, ötödik óra már egyre nehezebb és nehezített körülmény nekik, és ebben is próbáltunk ötleteket adni, tippeket adni, hogy ezeket hogy lehet megoldani, hogy ezeken az órákon is aktívan tudjanak még részt venni ezek a tanulók. Mennyien járnak ebbe az intézménybe autizmussal élő gyerekek, illetve így a város intézményein belül, hiszen most azért már folyamatosan tavaly óta járjátok az intézményeket, akiknek itt segíteni kell. Tehát, hogy hány intézményben vannak autisták, illetve hogy itt ebben az intézményben mennyien tanulnak? Hát pontos adatot nem tudok mondani, bár lekérdeztem az utazóintézmény egységvezetőnktől, hogy hány iskolában és hány gyermekhez járunk ide, sajnos nem tudom ezt most pontosan megmondani, rossz adatot meg nem szeretnék mondani, de én így rálátásra úgy érzékelem, hogy szinte minden általános iskolában megjelennek az autizmussal élő, már diagnosztizált, vagy autisztikus tünetekkel rendelkező gyermekeink. Utazóintézményegységünkből kijárnak utazó gyógypedagógusok, így ebbe az iskolába is. Ebben az iskolában egyébként, ahova mi konkrétan kijárunk, az 5 tanuló, de ugye ott volt az igazgató asszony, aki egy kicsit úgy nézett, hogy ő úgy érzékeli, hogy több, mert hogy van olyan, aki még diagnózist nem kapott, de ugyanolyan tüneteket produkál, és ilyenkor egyébként szupervízió szinten is kiszoktunk menni, meg szoktuk nézni ezeket a gyerekeket, és akkor is szoktunk segítséget nyújtani nekik. Az utazópedagógus mennyiszer megy ki az intézménybe fejleszteni a gyereket, vagy ezt hogyan kell elképzeljük? Tehát, hogy, és az a pedagógus, aki most ott volt ezen a találkozón, ezen a felkészítésen, hogy ő kap-e még plusz segítséget ahhoz, hogy ezen kívül, hogy most ott voltatok, hogy hogyan kell bánni a nap mint nap a gyermekkel, az autista gyermekkel, aki az ő csoportjába jár, vagy osztályába? Az utazópedagógus mindig annak megfelelően jár ki egy gyerekhez, hogy a szakértői bizottság milyen óraszámba írja elő neki a fejlesztést. Ehhez mérten van olyan gyerek, akihez több utazópedagógus is jár, hogyha több területről kell segítséget nyújtani, és természetesen az utazópedagógus minden esetben próbál az osztályfőnökkel és az osztálytanítókkal is kontaktot tartani, hogy ő hogy halad a gyerekkel, és hogy a pedagógusnak miben van szüksége segítségre. Hogyan tapasztaljátok egyébként, hogy a gyerekek mennyire fogadják be az autista a gyermeket az osztályon belül? Erről vannak-e visszajelzések? Biztos vannak egyébként, hogy hogyan viszonyulnak hozzá, mennyire tudnak barátkozni vele, az autista gyermek mennyire tud a társaival kapcsolatot teremteni, vagy barátkozni? Hát egyrészt igyekszünk nagyon megkönnyíteni ezt a helyzetet a csoport számára, vagy az osztály számára, és az először ugye a tanítónénik, és a vele együtt betanító kollégával. Amikor egy ilyen kisgyerek megjelenik egy ilyen osztályban, akkor az az utazó gyógypedagógus, aki a kisgyerek mellé kerül, ő azért igyekszik felkészíteni erre az osztályt, a pedagógust ugyanígy ilyen érzékenyítő osztályfőnöki órákkal például, szülőértekezleten, egy ilyen beszélgetéssel, közösen a szülőkkel, illetve hát minden esetben, amikor már alsó tagozatban, mert ugye ez volt a kérdés, hogy milyen, alsó tagozatban nagyon elfogadóak még a gyerekek, én úgy tapasztalom. Tehát, hogy ezt a különbözőséget még nem annyira veszik észre. Meg hát gondolom, hogy bekerülnek az általános iskolába, és mindenki először azzal van elfoglalva, attól szorong, hogy az ő kis élete hogy alakulott. Tehát azt tudom, és még ehhez hozzá kell tenni azt is, hogy egy alsó tagozat az olyan tyukanyos még, tehát ott az osztályfőnök olyan tyukanyó módjára terelgeti a gyerekeket, és úgy nagyon egyben tartja a csoportot. Úgyhogy ott egyébként a pedagógus is mindig ugyanaz, tehát ez is megkönnyíti mondjuk egy autizmussal élő gyermeknek az életét, úgyhogy ott általában olyan nyugisan szépen szoktak eltelni az évek. A probléma felsőben szokott kezdődni, amikor ugye nagyon-nagyon sok változás van óráról órára. Vándorlás, pedagógusváltás, a pedagógusváltással együtt ugye attitűdváltás, tehát minden pedagógus másképp, az elvárások mások esetleg, máshogy beszél a kolléga, tehát hogy nagyon-nagyon sok olyan dologhoz kell alkalmazkodni, ami nekik ugye a szociális és a kommunikációs érintettségük miatt nagyon nehéz. Na ott már nagyon sok feladat van egy utazó gyógypedagógusnak, ott már nagyon sűrűn igyekszünk kapcsolatot is tartani, mindig rákérdezni, hogy mi az, amiben tudunk segíteni, mi az, ami nehézséget okoz. Hogy az ő életüket is, az osztály életét is, és ugye az autizmussal élő gyermek életét is megkönnyítsük és segítsük. Hogyan jutnak el a gyerekek odáig, hogy tudjanak járni egy ilyen többségi iskolába? Hány éves korban kezdődhet el az integrálódásuk? Ez minden esetben a szakértői bizottság
döntése, hogy ő integráltan vagy szegregáltan folytatja a tanulmányait, és úgy, ahogy mi is, mindannyian egész más módon tudunk kapcsolódni, ők is, minden autista gyerek más és más módon tud kapcsolódni. Olyan tanítványunk is van, akit szinte észre se lehet venni egy intézményben, és természetesen van olyan is, aki rögtön szemet szúr minden kisgyereknek, és ezeknek a gyerekeknek a segítése a legfontosabb feladatunk. Hogyan tudnak ezek a gyerekek tanulni? Tehát, hogy zavarja őket, azt mondjuk egy nagyobb létszámú, mert ugye azért voltunk már szegregált intézményben, ott azért kisebb létszámú csoportokban dolgoztok, egy osztály meg mondjuk lehet 30 fős is. Ez mennyire zavarja a gyerekeket? Hát általánosságban az szerintem minden gyermekről elmondhat, hogy egy kis létszámú csoportban sokkal jobban működik, sokkal jobban tud tájékozódni, és neki is könnyebb minden óra tulajdonképpen. Akkor is, ha nem autizmussal élő. Igen, igen. És hát egy autizmussal élőnek lényegesen jobb lenne egy kisebb létszámú csoport, de hát ugye adottak a lehetőségek. És hogy aki olyan intellektusú és egyébként olyan készségekkel, képességekkel rendelkezik, hogy ők integrálható, annak viszont én úgy gondolom, hogy joga van azoknak a tantárgyaknak a hallgatásához, illetve nyilván annak a bizonyítványnak a megszerzéséhez. Itt azért szokott lenni egyébként némi nemű vita is, akár szakemberek, akár a többségi pedagógusok és ugye az integráló pedagógus között, mert mondom, ez fölsőben azért már nagyon-nagyon nehéz. És nem minden tantárgyból és nem minden területen tudnak egységesen jól teljesíteni, illetve a magatartás problémák is akár különbözőképpen fordulnak elő tantárgyak szerint is. Tehát míg az egyik pedagógus nagyon jól tud együttműködni és klasszul tud haladni az órán, addig egy másik pedagógus egy másik tantárgyból kevésbé esetleg, és neki ez állandó nehézséget. Egy idő után pedig nyilván a munkában való sikertelenségben pedig frusztrációt okozhat. Úgyhogy ezek mind nagyon érzékeny területek, amiket igyekszünk mi segíteni folyamatosan. Ezek a gyerekek ugyanolyan értékelést kapnak egyébként? Tehát ugyanúgy osztályozzák őket a pedagógusok, mint a normál gyerekeket az iskolákban? Igen, teljesen ugyanaz az elvárásrendszer. Annyi különbség fordulhat elő, hogyha a szakértői bizottság nekik valamilyen könnyítést előír, akkor azt természetesen az általános iskolák figyelembe veszik, és akkor azokat ők ott megkapják. Ha mondjuk valamilyen tantárgyból nehézsége van, akkor abból kaphat mondjuk a szóbeli értékelés alóli felmentést, hogyha ő írásban jobban kommunikál, vagy ugyanez fordítva. Hogyha így a középiskoláig biztos, hogy azért eljutnak azok, akik ugye integráltan tanulnak, igen. És középiskolából ők aztán még tovább is tudnak menni esetleg egyetemre? Igen, igen. Céljuk is általában a szülőknek, mert azért mondom a szülőknek, mert én azt gondolom, hogy alapvetően talán az autizmus területen, hogyha van egy nagyon-nagyon erős irányultsága, akkor nyilván ő nagyon szeretne tovább tanulni. Hogyha nincs olyan erős irányultsága, és nincs nagyon erős belső motivációja, akkor nem általában nem nagyon akarnak tanulni. De a szülőkben van egy jogos elvárás, hogy ha már eddig ilyen jól haladtunk, legyen egy következő élet célja is. Mert hogy a munkavilágába minél egyszerűbben, minél könnyebben azért csak úgy tudnak beilleszkedni ők is, hogyha minél tanultabbak és diplomásak ők is. Mennyire nehéz megtalálni az autista gyereknek önmagában, illetve nektek pedagógusoknak, hogy merre fele menjenek tovább, tehát hogy milyen képességeik vannak, vagy mit szeretnének továbbra aztán tanulni. Azt látjátok egyébként már így mondjuk iskorban, hogy mi az, amiben valaki tehetséges, és akkor abban lehet egy kicsit jobban fejleszteni? Általában igen, természetesen. Nálunk azért nincs akkora nagy változtatás a pedagógusok és a évről évre történő váltások kevesebb, mint egy normál általános iskolában, és akkor így azért hosszabb időnk van megfigyelni, és kitapasztalni, és megtapasztalni minden gyerekből azt, hogy ő miben tud jól teljesíteni, és mi az, ami nehézséget okoz számára, és akkor így ezzel tudjuk akár a gyereket, és akár természetesen a családot is terelni egy bizonyos irányba, hogy mi az, amiben mi látjuk a jövőjét. Aztán ez nem mindig egyezik, természetesen a pedagógus és a szülők között, de az esetek nagy részében azért sikerül olyan kompromisszumot találnunk, ahol mindenki jól érzi magát. Most az integrált oktatásról beszélgettünk, most egy kicsit áttérnénk a szegregált nevelésre, oktatásra, hogy milyen helyzet itt Székesfehérváron, mennyien vannak most autista gyerekek, mi jellemzi az Arany Jánosnak a működését?
Az Arany János Egyműben külön intézményegység van ugye az autizmussal élő gyerekek számára, de ennek ellenére az összes többi intézményegységben is nagy számban fordulnak elő autista gyerekek. Az autizmus intézményegység jelenleg 148 gyermekkel dolgozik, az óvodától a készségfejlesztő iskola 12. osztályáig, és a szakiskolai intézményegységben, valamint az általános iskolai intézményegységben is vannak autista gyerekek. Tehát én azt gondolom, hogy közel 200 fővel dolgozunk együtt, akik a szegregációban vannak jelen. Hány épületben vagytok, vagy vannak a gyerekek? A gyerekek... Hogy van az elhelyezkedés? Vannak a központi épület, az a Budai út 90 szám alatt található az autizmus intézményegységnek, aztán két csoporttal vagyunk jelen a Ligetsori Vörös Marti Mihály általános iskola egyik pavilonjában, aztán az Ibli Miklós lakótelepi óvodában vagyunk most az óvodás gyerekekkel, valamint a Szegfügyula utcai intézmény, alapfok intézményegységben is van egy csoportnyi tanuló. Kell is ennyi intézmény, ugye ennyi épület, hiszen azért ezeknek a gyerekeknek hát meghatározott légkörre van szükségük, vagy nem tudom, tehát ahol tudnak fejlődni nap mint nap. Nagyon nagy szükség van mindig a fejlődésre, és a egyre bővebb, vagyis hát a tantermek és az infrastruktúra egyre bővítésére, hiszen egyre bővül a mi létszámunk is. És nagyon nehéz, hiszen egy bizonyos csoport létszám fölött már nem tudjuk azt a fajta megfelelő ellátást biztosítani számukra, amit megérdemelnek. Ugye mondtad, hogy egyre bővültök, ez azt jelenti, hogy egyre több az autista gyermek, vagy egyre több gyermeket diagnosztizálnak autizmus specifikum zavarral. Is. Igen. Mind a kettő előfordul, tehát egyre több a diagnózis, és a diagnózisok közül természetesen van, aki ugye visszakanyarodva az előző részre az integrációba kerül, és csak egy bizonyos részük kerül a szegregációba hozzánk. Én nem tudom, én úgy emlékszem így régre, hogy azért annyira sok autista gyermeket nem ismertünk, vagy nem tudom, hogy mikortól van az, amikortól diagnosztizáljuk az autizmust, és egyáltalán milyen jellemzői vannak, hány éves korban figyeljük a gyerekeinket, hogy vannak-e ilyen jellemzők? Hát most már egyre koraibb időszakban fel tudják ismerni az autizmust. Jellemzően egyébként, amikor a beszéd beindul, a szociális kommunikáció beindul, akkor lehet látni markáns eltéréseket, ott lehet először elfigyelni. Ott már egyébként a védőnők is most már nagyon-nagyon jól ki vannak képezve, nem különben ugye a gyermekorvosok is, és ott már azért szokták jelezni a szülők felé, hogy itt látnak valami olyan eltérést, amit esetleg meg lehetne nézni, akár már ugye óvodába kerülés előtt. Óvodába kerüléskor pedig egyértelműen kiderül, hiszen ott már azért nagyon sok mindenhez kell alkalmazkodni, nagyon sok fajta inger éri őket, nagyon például a rugalmatlanságból fakadó dolgok nagyon hamar előjönnek, hiszen ott azért nagyon gyorsan, rapidan változnak dolgok, nagyon sok program van egy óvodában, a többség gyerekeknek azért nagyon sok színes programjaik vannak, és ezeket általában a mi gyerekeink elkerülik. Nem szeretik, zajos nekik, hangos nekik, sok nekik. Miután a kommunikáció, tehát a beszédet még nem olyan jól értik, mint mondjuk egy tipikusan fejlődő gyermek, ebből fakadóan egy-egy ilyen program neki sok nem érti, hogy miről van szó, és akkor ott jönnek már olyan viselkedés produkciók, amik nem odaillőek, nem odavágnak. Na, ezt nagyon-nagyon gyorsan látják az óvodapedagógusok is, és akkor jelzik a szülő felé, hogy itt kellene vizsgálatot indítani, mert van eltérés ezen a területen. A szülők általában így elfogadják ezt a diagnózist, tehát hogy tényleg így mennek, és megvizsgáltatják a gyermekeiket, és el is fogadják a diagnózist? Jellemzően igen, szerintem igen. És elfogadják a segítséget. Mi történik utána? Gondolom, hogy akkor a normál óvodából akkor átkerül egy szegregált óvodába. Ott milyen egy napja az autista gyerekeknek? Hogyan kell elképzeljük? Mekkora a létszámú csoportokban vannak ezek a gyerekek? Hát nem minden esetben kerülnek át.
A szülők egyébként igyekeznek kijárni azt az utat, hogyha lehet, maradhassanak a többségi óvodában. Ennek ez van, amikor megvalósítható, és van, amikor én is azt gondolom, hogy jogos és jó döntés volt, de van bizony olyan is, amikor a szülő ragaszkodik hozzá, és ez nagyon látszódik, hogy ez nem jó a gyermeknek, tehát az autizmussal élő gyermeknek. Látszik, hogy nem nagyon tud jól fejlődni, nem nagyon tud beilleszkedni, látszik, hogy azok a tipikus problémák mindig előjönnek, és neki is azért szerintem joga van egy nyugodt fejlődéshez. Na, ilyenkor azért szokta jelezni, mert ilyenkor, hogyha már kap egy diagnózist, utazó gyógypedagógus ott van mellette, és azért szoktuk jelezni, hogy meg lehetne próbálni a mi szegregált csoportunkat, hiszen nagy az átjárhatóság, tehát nem arról van szó, hogy ha ő bekerül egy szegregált óvodai csoportba, akkor ott is fejezi be. Vagy arról sincsen szó, hogy ha elkezd egy szegregált óvodai csoportba, akkor soha többet mondjuk egy normál általános iskolába ne tudna bekerülni a gyermek. Nekünk ami a legfontosabb, hogy a gyermek képességeihez és adottságaihoz mérten a legmagasabb szintet elérjük, és nyilván az a célunk, hogy be tudjon illeszkedni minél hamarabb és minél mélyebben a többségi társadalmi életbe. Tehát ez nekem, mint távoli cél, mindenféleképpen erre fokuszálok, hogy én már picikortól kezdve keresem, hogy én hol látom őt majd. Látom-e majd az általános iskolában, ha látom az általános iskolában, és ugye végvezetjük, amikor elkezdjük egy szegregáltan, akkor a szegregált csoportban, majd utazó gyógypedagógusként, utána azért már azon is gondolkodom, úgy, ahogy az előbb mondta a Marian, hogy hol látom én majd utána később az ő kis életét, amikor már a munkavilágába kell beilleszkedni. Tehát, hogy én ezeket nagyon komolyan figyelem, és próbálom e felé terelni egyébként a családokat is, és próbálom ezt kommunikálni feléjük, mert nem elég korán gondolkodni. Kell gyűjteni a kapcsolati tőkéket is, kell gyűjteni a tapasztalatokat is, mert aztán nagyon hamar eljön ez a 14-16 éves kor, amikor ott vagyunk, hogy most már kell választani középiskolát. Igen. És amíg egy integráló óvodában azért általában 20 pluszos létszámokkal mennek, addig a mi szegregált óvodánkban a 7-9-es létszámok vannak, csoportlétszámok, a napjuk sokkal strukturáltabb, mint egy normál óvodai környezetben. Felmérjük őket, amikor megérkeznek az óvodába, meg tudjuk, hogy milyen szinten vannak a szimbólumértéssel, ennek fényében kapnak egy napirendet a megfelelő szintjükön, és ezen a napirenden mindenkinek pontosan előre van jelezve, hogy azon a napon mikor, mi fog vele történni. Tehát ez egy hatalmas biztonságérzetet nyújt nekik, és ezáltal rengeteg viselkedés probléma megszűnik, hiszen a bizonytalanságérzet nagyon frusztrálja őket, és ezáltal már könnyebb az ő dolga is, és természetesen a mi dolgunk is. És azért a 9-es csoportlétszámhoz, a maximum 9-es csoportlétszámhoz egy óvodapedagógus, aki gyógypedagógus, és természetesen egy gyógypedagógiai asszisztens és egy dajka tartozik egy csoporthoz, ami a személyi feltételeket tekintve is jobb, mint egy normál óvodai csoportban, ahol általában az óvodapedagógus és a dajka ketten dolgoznak együtt a 20x fővel. Ugye mondtad ezt a napirendet, a napirenden kívül egyébként milyen eszközöket használtok, milyen eszközök állnak rendelkezéseitekre, hogy a gyerekeket segítsétek? Rengeteg speciális eszközt használunk, amiket általában a kollégák vagy maguk gyártják, vagy pedig bizonyos részüket készen is lehet venni, de általában személyre szabjuk az eszközöket, amiket a gyerekek fejlesztéséhez használunk, hiszen minden gyerek más és más az eltérés, a szint különbség ott, hogy hova kellene és hova szeretnénk eljuttatni, és ehhez mérten választjuk ki nekik az eszközöket. Rengeteg speciális eszközünk van a könyvtárban, amit kölcsönözhetnek a kollégák, és ezeket folyamatosan cserélgetik, úgyhogy mindenkinek minden eszköz rendelkezésére áll. Ha jól tudom, mert én voltam azért nálatok gyakorlaton, akkor azért a jutalmazásnak is nagy szerepe van egyébként így a kicsiknél, de még az iskolásoknál is. A legfontosabb minden gyermek életében szerintem óriási motiváció a jutalom, úgyhogy mi igyekszünk megtalálni azt a bázist, ami neki a motivációs bázisa,
és igyekszünk is kielégíteni. Tehát minden pozitív viselkedés és minden tanulmányi eredménynél igyekszünk ezt megerősíteni és a jutalmakat megadni. Ez kicsi korban általában szokott kezdődni ilyen úgynevezett jutalomfalatkákkal, tehát a legkedvesebb édessége a gyermeknek, vagy a legkedvesebb finomsága a gyermeknek, és aztán utána nyilván ezt igyekszünk kiváltani úgynevezett szociális jutalmakkal. Nagyon szeretik ugye a tabletet, a telefon, nagyon szeretnek ezen játszani, úgyhogy ez mindig egy óriási bázis nekik, de van akinek például a hinta, a labda, a pörgetés, az autónak, az autókerekének a folyamatos pörgetés, van akinek a hangos rikoltozás. Tehát, hogy minden kisgyereknek más-más, amiért hajlandó dolgozni, és ezt igyekszünk megtalálni, és utána ezt ki is használni, aknázni az ő fejlődése érdekében. Itt a szegregált csoportokban hogyan kell elképzelnünk a gyerekeknek a kapcsolatrendszerét, mennyire barátkoznak, mennyire tudják, hogy ki kicsoda, mit csinálunk, milyen egy ilyen csoport? Klasszikus barátságok nem igazán alakulnak ki, az óvodában főleg nem, azért az általános iskolában az intellektus függvényében azért már látunk igazi kis klasszikus baráti kapcsolatokat. Az óvodában nehéz, ők azért az esetek nagy részében nem igazán vesznek tudomást egymásról, egymás mellett játszanak és nem együtt játszanak. Iskolai csoportban ott mi a helyzet? Hát az én csoportomban már vannak barátságok, de hát ott ugye olyan gyermekek vannak, akik arra várnak, hogy végre visszaintegrálódhassanak a normál általános iskolába. Tehát ott ők azért már ilyen szociális területen olyan szinten vannak, hogy igénylik is. Tehát, hogy nálunk azért nagyon jó barátságok, úgy hallom most már tőlük, hogy tartják is egymással akár telefonon, akár közös játék, ilyen számítógépes játék, amit én nem is ismerek, és a szülők is nagyon-nagyon jól felvették a fonalat, mert úgy hallottam a gyerekektől, hogy vannak oda-vissza hívások. Eltjött hozzám, nálunk volt, most mi mentünk ő hozzá, nyárra tervezzük, hogy majd együtt csinálunk programot, amit egyébként nagyon jó hallani. Sőt, olyan is van most az osztályunkban, ahol már ilyen akár az egy iskolába való irányulás is hallható, hogy ez jó lenne, hogyha akár egy közös iskolába tudnának visszaintegrálódni. Ez öröm nekem is, öröm a gyerekeknek is nyilván, és azért a szülőknek is megnyugvás, hiszen ott vannak már pici kortól egymásnak, és azért ők nyilván egymással mégiscsak jobban meg tudnak beszélni olyan dolgokat, amik a mindennapjaikban fontosak. A te csoportodban ugye több fajta korosztály van. Igen. Mennyire nehéz ővelük így tanulni? Tehát, hogy azért más-más osztályba járnak, vagy hát nem tudom, osztály teljesítenek éppen. Hát hogyan tanultak? Hát izzad a hátunk, rendesen, de a gyerekek nagyon lelkesek. Tehát, hogy azt azért tudni kell egy magasan funkcionáló, jóképességű autizmussal élő gyermekről, hogy azért általában a tanulás úgy öröm számukra, hogy mindig szeretnek egyre többet, egyre tágabb ismerettel rendelkezni. Ez azt hiszem mindegyikre jellemző. Itt, ami különbség lehet, hogy mi az a 45 perc alatt mi az, amit elvárunk, hogy azt azért kellene teljesíteni, mert ott azért van eltérés. Tehát ugye nekik is a bejósolhatóság miatt mindig az első kérdés, hogy mennyit fogunk tanulni, Judit? És akkor mondd meg, hogy melyik feladatot, mert hogy azt neki látni kell, hogy ma meddig kell kibírni, meddig kell kitartani, de szeretik. Szerencsére lehetőséget kaptunk a tankerülettől is, és Marianne ezt szépen beosztotta nekünk, úgyhogy van csoportbontásos óránk, ami nagyon nagy segítség, hiszen 6 osztályfokon azért még így is, hogyha ketté osztjuk a csoportot, így is azért kettő-kettő osztályfokon tanítunk mind a ketten párhuzamosan a kollégával. Nehéz a terep, de azt tapasztaljuk, hogy a gyerekek nagyon jól alkalmazkodtak, és nagyon jól idomulnak ehhez. Olyannyira, hogy már a többségi iskolába visszaintegrált gyermekeinkről már ugye nyomon követés, meg hát én utaztam hozzájuk utána folyamatosan, és látszódik, hogy nagyon klasszul beilleszkedtek tanulmányi szinten, és jó eredményeket hoznak, úgyhogy meg vagyunk nyugodva. Mennyire kell otthon tanulniuk? Mennyire partnerek ebben a szülők egyébként, hogy otthon tanuljanak, vagy vigyék azt a rendszert, amit ti ugye napközben követeltek a gyerekektől, hogy abban a rendszerben? A tanulás. Bocsánat.
Teljesen változatos szerintem egyébként, mert van olyan szülő, akinek van igénye arra, hogy legyen házi feladat, legyen lecke, és ő mindenképpen szeretné még délután folyamatosan követni azt, hogy hol tart a gyereke, és van olyan szülő természetesen, aki azt igényli, hogy a délutánja már egymásról és a nyugalomról szóljon, és a tanulási tevékenység az általános iskolára korlátozódjon. Én egyértelműen ezt támogatom, hogy a gyerek haza ne vigyen házi feladatot, tehát ha amit lehet, mi ott igyekszünk csinálni, és azt gondolom, hogy el is fáradnak. Tehát 2:30-3-ra annyira elfáradnak ebbe a folyamatos tréning helyzetbe és tanulási helyzetbe, hogy én azt gondolom, hogy délután már erre nem kell ráerősíteni, mert csak rontunk a helyzeten. Nagyon-nagyon ritka alkalom az, hogy küldünk haza, és akkor is általában akkor, hogyha kifejezett igény jelentkezik a szülő részéről, vagy a gyerek részéről, hogy ő még otthon szívesen foglalkozna bizonyos tantárgyakkal. Ez az eszközrendszer, amit ti alkalmaztok egyébként az iskolán belül, azt mennyire alkalmazzák otthon a családok, mennyire tartják, mennyire következetesek, mert azért ti azok vagytok, tehát hogy ti, ha valamit követeltek, akkor annak úgy kell lennie. A családok mennyire, milyenek? Tehát, hogy ők is ennyire tudják tartani a következetességet és a rendszert? Hát családok. Szerintem ez is teljesen változó. Igen, hát van, aki nagyon-nagyon-nagyon igyekszik, és mindent megtesz, és mindent úgy csinál, és természetesen van, amikor ezt nem lehet kivitelezni egy több fős családban, hogy mindenki pontosan akkor legyen ott, és addig tartson a program, és akkor menjünk, és mindent úgy csináljunk, ahogy azt előre belőttük, de nagyon sok család használ. Leginkább azok a családok, akiknél az autizmusban markánsabban érintett gyerekek vannak, ők azért otthon használják a napi rendet különböző formákban, és ezek szerint élnek, és így ez nagyban megkönnyíti a család otthoni életét is. Mennyire tudjátok a gyerekeket, a szegregált csoportokat elvinni, szórakozni? Tehát hogyan lehet megszervezni az ő ilyen jellegű kimozdulásaikat, kirándulásaikat? Hát amikor ez az integrációs csoportot nekünk elindult, akkor, és a tankerületben is változás történt, akkor azért a mostani tankerületvezetőnk nagy hangsúlyt fektetett ezekkel a szülőkkel való párbeszédre, úgyhogy ő többször kint volt akkor ott az integrálós csoportnál is, és több ilyen beszélgetést is kezdeményezett, és ott a szülők részéről egyértelműen felépett ez az igény, hogy mindenféleképpen ez az integráció, még akkor is, ha csak szociális integráció, hogy ők ezt nagyon szeretnék, maradjon meg ez a csoportot, és hogy maradjon meg ez a lehetőség. Úgyhogy ezt én már feladatként is kaptam, hogy keressem az alkalmakat. Úgyhogy nekünk már egy nagyon jó együttműködésünk van a Hétvezér általános iskolában, ugye egy kolléganővel, és ővele igyekszünk évről évre újítani, vagy már hagyományteremtő módon programokon részt venni, és keressük is az egyéb olyan lehetőségeket, amikor kivihetjük és elvihetjük ezeket a gyerekeket, hiszen ez egy fontos. Ott bent, izolált környezetben én, amit meg tudok neki tanítani, el tudom neki mondani, azt igyekszem, de nyilván ehhez kint az életben kell tapasztalni, és kint tudunk általánosítani, bizonyos helyzeteket átvinni, vagy izolált helyzetből ugye a kinti helyzetbe, úgyhogy keressük ezeket az alkalmat, visszük őket, és szerencsére van is rá lehetőségünk. És nagyon fontos egyébként, mert van rengeteg olyan helyzet van, amit nem lehet szimulálni. Tehát egy koncertet, egy színházi jelenlétet, egy előadást nem tudunk intézményi szinten szimulálni. Természetesen megpróbálunk mindent, ugye most is a hétfői program, hogy a népzene tanszakot zenélt nekünk, ez is egy formája annak, hogy ők kaphassanak ezekből a kulturális dolgokból bármit is, de egyébként aki arra képes és alkalmas, azt természetesen elvisszük még más rendezvényekre is. Nagyon sok olyan gyerekeknek szóló koncerten veszünk részt, a mai napon is voltunk 4 csoporttal, a Köfénművelődési Házban, az Apacuka Zenekar koncertjén, tehát ezeket igyekszünk kihasználni, amik olyan helyzetek, hogy amit nem lehet szimulálni. Van, akinek sikerül ezt megugrania, van, akinek nem, de ezek a helyzetek pont arra jók, hogy ki tudjuk próbálni, nincsen semmi baj, hogyha nem működik, akkor kiemeljük a helyzetből, és akkor úgy próbáljuk tovább vinni, hogy tudjuk, hogy mi legyen az út. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégeim voltatok, most sajnos csak ennyi fért bele így a műsoridőnkbe, de köszönöm szépen, hogy az autizmusról egy kicsit beszélgethettünk. Köszönjük. És köszönjük.
Kedves nézőink, a köztérben az autizmus világnapjához kapcsolódóan beszélgettem Iszáknyi Spitzmüller Mariannával és Rába Judit Helgával. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra! Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.